Szasztos kacok üdvít mindenkinek a Dark Souls 2 végjátásán, és azon belül a Crown of the Sunken King DLC-nek a végjátásán folytassuk, és ott alapbajtuk, és az előző epizódokban egész sok balszerencse történt velünk. Jézus faszai, és ez most kiesztette belőlem a szart is, most inkább visszateszem a kis popsimat a Bonfire-höz. És sem keresünk egy útvonalat megint, hogy el tudjunk jutni. Azt hiszem, valamerre erre kell mennünk, tehát lehet, hogy inkább a maskagyűrűt kéne hordalom. Jéj, nulla lélek visszaszerezve, huhú. Szerintem itt egy idő után már nem fognak engem üldözni, hogyha már alapból üldözni akarnak. És úgy persze nem is akarnak, szóval... Szóval, ja, próbálj meg itt átjutni, lehet, hogy inkább el kéne használnom egy Human Effigy-t. Egy kicsit könnyebb dolgom legyen. És igen, a recovery time-om a vágás után még mindig egy hatalmas szar, szóval... Ezekkel az ellenségekkel kurvára nem szeretnék küzdeni. Inkább át szeretnék itt jutni, talán egy bonfire-t bent abban a fura épületben, és... És onnan életni... Újra... Au. Nehogy merj életet tölteni. Így. Ez volt az én szerencsém, hogy életet akarnak tölteni. Rendben. Szerintem az első dolgom nekem az lesz, hogy... Találok egy bonfire-t, addig nem is nagyon szeretnék felfedezni, mert a múltkor is a felfedezések közepette haltam meg. Emellett meg kurva ijesztő itt az éneklés is. A muzsika. Itt szintén nem lehet visszamenni, hogyha az ember leugrik. Tudjátok mit? Muszáj lesz nekem használnom egyet. Olyan írtó kevés életünk van. És gondolom az Old Radiant Life Gem az, ami a legtöbb életet tölti. Nagyon remélem legalábbis. Try a taking, no shit, Sherlock. És szintén egy olyan lépcső? Nem. És még valóban még mindig töltödik az életünk, megpróbálhatnék backstabbelni egy ilyet. Előbb még itt nézzünk körbe. Innen is be tudok támadni hozzájuk. És itt még vannak ládák is, azokról sem feledkezzünk meg, szóval ilyen... Már is jobban kezdődnek a dolgok. És az egyik halott is, és úgy fest, hogy a másikat is tudom majd backstabbelni, mert ezek valamiért nem givelnek egy sütet sem. Csodás, csak szépen lassan lopakodósan. Miért ilyen retardáltak most? Ez nekem gyanús haver. Na kezdj el felemelkedni. Itt egy csomó láda van. Lehet, hogy csapdák viszont. Nem lepődnék meg, hogyha legalább egy csapda lenne. Destructive Greater Orb nem használ a Great Bow-ot, szóval... Kösz szépen a nagy semmit. Itt van még egy ládikum. Ebben még több haszontalan... Katarina Helm. Lássuk, csak lehetek Katarina lovag? Ha. Ez nem is rossz igazából, és nem is olyan nehéz. Csodálkozom, de pont a Katarina helm nem is olyan nehéz. Egészen meglepő. Soul Vessel az jó. Hogyha valaha újra akarnám osztani a pontjaimat. Hely, és valaki értékelte az üzenetemet, nagyon szépen köszönöm. Körülbelül egy üzenetet hagyottam a játékban. Titanite Slab. Nem is olyan haszontalan dolog. Mert most előre látom, hogy jobb napunk lesz a Dark Souls-ban, mint ahogy a elmúlt napokban volt. Közben itt valaki aktivált egy csapdát, ahogy látom. És ezeknek még mindig hatalmas pajzsuk van. És nagyon nem... És még meg is kérgeztek. Oké, most egy picit menekülőre halljuk a dolgot. És el akarunk használni pár live gemet, hogy azért ne halljunk meg. Megfeledkeztem arra, hogy ezek mérgezni tudnak.
Elég nagy anyan szomorítók ezek. És kajakra még tele van az életem. Csodás. Kicsit lassabbra kell fogni a harcot, vagy mindenáron backstabbelnem kell. És mind a kettő buzis, szóval nem tudom. Na, elsőn túl rajtam. Lehet, hogy a mészem jobb lenne ezek ellen. Nem tudom. És hol nyomták meg a... Szóval ott. Szóval ott nyomták meg a csapdát. Comfort hell. Értitek? Ne. Nem is éri meg elmagyarázni, nyilvánvalóan. Közben ez a hang mi a fene volt? Helyen ribancot... olyan hangom van, mint Batmannek, baszki. Közben ez a ribancot próbál valami magicet végrehajtani. Meg úgy fest, hogy ez egy mimik is lehet akár, vagy egy csapdám. Valóban csapdám. Az item attól még érdekel. Bonfire aesthetic mégsem érdekel. Rendben, közben ez dark magicet akar ellenem használni. Gyerünk, lőd el őket. Egy kis cuki szemeskője is van. Ó, oh, el tud engem találni ő is. Nem nagyon kéne hagynom. Roncsunk le és öljük meg. Ne. Mi baj történhet végül? Fent van egy ijjász gyerek. Ez egy picit nem tetszik nekem. Ó, meg folyamatosan mérgez! Ó, a fenébe! Ugye meghalt. Nehogy halt. Oké, most már valóban meghalt. Rendben. Szerintem most ilyen Skyrim-es módszerekkel fogjuk megölni. Mert egy évbe is bele fog telni, bár lehet, hogy... Inkább teljen bele egy évbe, ha... Úgy vagyok ezzel a Dark Souls-ban, nem szabad be a véletlenül bízni dolgokat, inkább lassú megoldásokat használjunk, mint hogy belehaljunk. Még mindig nem felejtettem, hogy mennyi lelket veszítettem az előző epizódokban. Valahol valami titkos átjárul. A földön nyilvánvalóan volt egy gomb, azt én... Véletlenítem egy esztuszt. Human effigy zsír. Nem tudom, miért nyomtam meg az X-et, mindegy. Erről a gombról beszéltem. Ezen a pici lyukon alig ha át fogok férni. That's what she said. Na még egyszer hadd nyomjam meg. Nem is biztos, hogy erre kell mennünk. De nyilván van erre kell mennünk. Kicsit szűkösen vagyunk itt viszont, szóval... Hú, fogyatodik az éneklés. Try dash and then try jumping. Lehet, hogy meg is teszem, haver. Repair powder, az hasznos. Főleg, hogy itt ezek a... Vannak olyan bogarak, akik az equipmentet törik. És mint hogyha őket hallanám megint. Letem, majd lemegyünk a lyukba. Nem ígérek per pillanat semmit? Remélhetőleg itt nem történik semmi olyan baleset, hogy mondjuk leszakadnak a lépcsők, meg ilyenek. Ez meg egy jó felesleges kis folyosó volt. Nem is tudom, hol... Bár azt ott jól látom. Úgy tűnik, mintha benyomódott volna. Valahol valamit ki is nyitott, de gondolom nem tudok. Hogyha erre, akkor gondolom a bonfire-ömtől visszafele kell majd indulnom. Na mindegy. Jól gondoltam, hogy ebben is lesz egy akkor. Try range battle. Igen, most már üzenetek is megjelennek. Beware your enemy.
nem akarnak bekeríteni. Szerintem ez is bűzölök, szóval a backstab az eléggé... Hogy is mondjam... Veszélyes megoldásnak tűnik. Meg valaki meghalt. Hello! Oh! Mint hogyha véletlenül megnyomtam volna egy csapdát. Ah, te pont átértél. És aztán visszaugrottam, mert egy kibaszott fogyaték, hogy... GG! Egy hősnek a lelkem. Egy hős ilyen körülmények között hogy halhat meg? És még egy human effigy, abban minél többet kapunk, annál jobb. Hát, öljük meg őt is így. Csak előbb megindulhatna mondjuk felfelé, vagy nem is tudom. Oké, most mázid volt kölyök. De nem sok elvége lesz az egésznek. Ne! Baszd meg! Aztán majd végén meg majdnem saját magammal végeztem. Hidden pet ahead, therefore... Ne, hidden pet recovered ahead, therefore pullback. Ezek szerint ide később kell majd visszajönnünk, lehet, hogy lesz valami kulcsunk, vagy nem is tudom, ez meg elég valószínű, hogy egy csapda. Tévedtem. Három Twinkling Titanite és három Petrified Dragonbone. Eszembe is jutott, hogy mit akartunk még az előző epizódokban csinálni, a kesztyűmet befejezni, mert nincs a négyes szintűek. Boltstone és Bleeding Stone. Like a dream, try switch. Hurrah for weapon. Puzzling Stone Sword, vagy lehet, hogy az a gomb, amit a plafonon, illetve a folyosó végén lőtte meg, ezt nyitottak és erre céloznak, mert viszont kaptunk valami kardocskát. Valamilyen puzzling, nem tudom milyen swordot. Hol lehet a kicsike? Red Iron Twin Blade, lehet, hogy ezt nem is lenne olyan rossz fejleszteni. Egész jó kis strength fegyver. Na hol van az a... Puzzling... Boozy Sword. Itt van. Hey, egész frankon néz ki. Egész gyors is. Mi a fene? Ez egy S-es Dexterity-ből, ami kurva jó. Gondolom Twinkling Titanite-tel kell fejleszteni. Egy ilyen buildet el is tudnék képzelni egy New Game Plus végigjátszásra, ahol a Puzzling Sword viszem baszomban megyek. Te mi vagy Blue Flame? Gay. Ezt meg le se csekkoltuk soha. Nem is tudom használni. Soha nem szerettem az ilyen nagy fegyvereket. Meg ez a Twin Blade. A Twin Blade-ek állítólag jó. Én azt hallottam legalábbis. Mert nincs egy dexem hozzá egyébként. De menjünk vissza most egyenlőre, csak a fattyúkkal. És úgy persze ez egy teljes mértékben opcionális kis zóna volt, szóval... Szóval, ja, nem tudom, most mit kéne tennem. Gondolom, le kéne esni a lyukban. Yeah, here I come. És már hallom is a bogarakat. Te kis ribanc, miért élsz meg? Lehet, hogy még több volt. Itt meg van egy csomó tüske a földben. Csodás. Az ember merre akar menni? Egy kicsit nagynak tűnik az zuhanás. Elevőjétől gondolom, nem megyünk. Mint a Ribbons gondolkodik az, hogy énekelne vagy sem. Jaj, ne, itt van még egy ilyen szellemgeci. Közben ott mindjárt le fog engem lőni az a mágus is.